Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába, ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta a szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban, egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! Ennek a mai evangéliumi részletnek és az olvasmányban hallott történet, amikor Ábrahám befogadja a három idegent, azt a címet is adhatnánk, hogy az Isten vendégül látása. Az idős Ábrahám és Sára, akiknek nem született gyermekük, annak a fájdalmában vannak, hogy már le is mondtak arról, hogy nekik valaha is lehessen. De az Úristen különös csodát művelt ezzel a két idős emberrel. Ábrahám vendégül látja a három idegent. Gyorsan sürögnek, forognak, és megígérik, hogy egy év múlva, amikor visszajönnek, akkor gyermekük fog születni. Ugyan nem hallottuk a folytatást, hogy Sára hallgatózott és fölnevetett, hogy neki idős kora ellenére hogyan is lehet gyermeke. De Istennél semmi sem lehetetlen. A vendégül látott Isten megajándékozza ezt az idős házaspárt egy gyermekkel. És a mai evangéliumi részletben is arról hallunk, hogy az Úr Jézus az apostolaival együtt betért Mártának a házába. 13-an, csak úgy egyszerre. Talán el tudjuk képzelni Mártát, hogyan sürög forog, és hát igyekszik, hogy az apostolok elé mindent oda tegyen. Hiszen az Úr Jézus kapcsolatban volt ezzel a családdal, a hagyomány szerint hárman voltak testvérek, Lázár, Márta és Mária. És a Mária, a Magdalai Mária, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki az Úr Jézus, vagyis a bűnös, prostituált nő, aki most odaül az Úr Jézusnak a lábához. És ez a Mária az, amikor nárdusz olajjal keni meg az Úr Jézusnak a lábát, amikor újra betérnek hozzá. Az Úr Jézus kapcsolatban van ezzel a három testvérrel, és szereti őket. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Lázárnak a halál hírét viszik, akkor az Úr Jézus könnyekre fakad, siratja a barátját.